érezzétek a gyerekeket mögöttem. Az első gondolat, hogy nem fogsz nagy dolgokat elérni, hogyha a fókuszodat folyamatosan elviszik az apró dolgok. Szívesen használnál egy olyan varázspálcát, amivel az idődet a leghatékonyabban tudod tölteni, kiteljesedhetsz, és ezáltal el tudod érni a céljaidat? Én igen. Ez a Pareto elv, avagy a 80-20-as szabály. Elmagyarázom. A Pareto elv, avagy a 80-20-as szabály lényegében azt mondja el, hogy az okoknak a 20%-a az okozatoknak a 80%-át adja ki. Ez amúgy egy Nobel-díjas gondolat, és az életünknek minden területére alkalmazható, és hogyha ezt a logikát valamilyen problémára rávetítjük, akkor sokkal könnyebben segít számunkra a helyes útnak a megtalálásában, abban, hogy tudjuk, hogy mit csináljunk, milyen döntéseket hozzunk, milyen irányokba menjünk el. Például mondhatunk olyanokat, hogy ha van mondjuk egy vállalkozásunk, hogy megnézzük, hogy a fogyasztóinknak ki az a 20%-a, aki a bevételünknek a 80%-át hozza. Tehát a fogyasztóknak az a 20%-a, aki a bevétel 80%-át adja. Sziasztok! Engem Szántó Péternek hívnak, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis megjelenik egy könyvem, ami egy pakancslistás álmom volt. A HVG adja ki, és Válj valóra a címe. Én márka, hatékonyságnövelés, és rengeteg lifehack van. Úgy döntöttem, hogy az összes fejezetet egy-egy napi vlog formájában mutatom be. Hát már jó pár ideje megy. Ez azt hiszem a harmadik hétnek, vagy negyedik hétnek a legvége. Péntek van így hétvége előtt. Beszélgessünk a 80-20-as szabályról, éppen Pécsett vagyok, majd ezt is elmesélem, és egy nagyon kis specialty kávézóba vagyok, amiben mutatom, hogy milyen kávét iszom. Ez egy dupla leffe. Ez meg valami levendulás látható dolog. És még ez is nagyon szimpatikus, hogyha itt ajánlunk, akkor ennyivel csökkentjük az ökológiai lábnyomot, kvázi így tudjuk csökkenteni a dolgokat. Úgy tűnik, hogy elég király kis helyek vannak itt Pécsen. Jöjjön az intro, kezdjük el! Úgy látszik, ezek a napok ilyen utazással telnek, most amúgy azt is el kell, hogy áruljam, hogy éppen hétvége van, tehát ezt egy kicsikét csúsztatva veszem fel, és Pécsre lejöttünk egy esküvőre. De nem ez a lényeg, hanem a 80-20-as szabály, és egyből a legfontosabb üzenettel szeretném kezdeni. A vlog után, vagy hogyha a leírásban ott van, amúgy már meg lehet venni a könyvemet, annak elolvasása után készíts magadra egy 80-20-as szabály. De hogyan is készüljön ez el? Nézzünk egy példát a feladatokra, vagy a problémákra. Csinálsz egy listát, amiben leírod az összes nehézséget, problémát az életedbe, és megnézed, hogy mik azok a problémáknak a 20%-a, ami a nehézségek 80%-át, vagy az akadályok 80%-át adják az életedbe. Ennek majdnem, hogy az ellentétje, hogyha azt mondod, hogy az életedben lévő feladatok, amiket el kell végeznek, azokat elemzed, és megnézed, hogy mik azok a feladatoknak a 20%-a, ami az eredménynek, a célhoz vezető útnak a 80%-át adják ki. Igazából ez bármire elvégezhető. Sztorizunk egy kicsit, de közben sétáljunk egyet Pécset. Az első sztorinak a tanulsága az, hogy néha az apró dolgok fontosabbak, mint hinnénk. Volt egy gyakornokom néhány évvel ezelőtt, és nagyon alázatos, lelkes, tehetséges, végzős egyetemista srác volt. A gyakorlati idő alatt fantasztikus volt az együttműködésünk, viszont hát utána ajánlottam is neki egy állást, nagyon jó fizetés kapott pedig, egy ilyen főállást kapott pedig, közben még suliba kellett járnia, akkor államvizsgázott, kellett írni a szakdogáját, de mivel olyan jól teljesített gyakornokként, ezért ezt megadtam neki, ezt a lehetőséget.
Viszont elkezdett, ahogy telt múlt az idő, és már ott dolgozott, mindennel baja lett. Kevesebbet akar dolgozni, túl soknak tartotta azokat a feladatokat, amiket ő vállalt. Én mégis bíztam benne. És az egyik ilyen apróságnak tűnő dolog, hogy az összes céges, ilyen webes, szerveres dolgot rábíztam, hogy megtalálja, hogy melyik szolgáltatóhoz menjünk, állítsa be, vegye meg, csinálja meg minden. Aztán hosszú sztori, röviden, olyan szinten megromlott a viszonyunk, hogy nem dolgoztunk már együtt, és hát az az igazság, hogy letörölt mindent a szerverről, és kiderült, hogy átvert, ugyanis nem a cég nevére vette meg, bár a cég kártyájával vette meg, hanem a saját nevére, ezért amikor írtam a szolgáltatónak, hogy mi történt, mivel a srác nevén volt az egész, nem tudtunk mit csinálni. Hálás vagyok és szerencsésnek tartom magam, hogy a csapatommal mindenféle trükkel úgy, ahogy vissza tudtuk állítani, de nagyon beszivatod. És a dolognak a tanulsága az pontosan az, hogy a 80-20 eredményében az, hogy rád bíztam a feladatot, az teljesen oké, viszont minimum ellenőriznem kellett volna, hogy minden úgy van, ahogy gondolom. Hát bíztam, és nem feltételeztem róla ilyet, de a tanulság a 80-20 eredményében, hogy az apró dolgokra is érdemes legalább egy ellenőrzés szintjén odafigyelni. Következő sztori, illetve gondolat, hogy csinálj kevesebbet. Olyanokat csinálj, amiben te vagy a legjobb, ami olyan szintű dolog, hogy például olyan feladatokat csinálsz, ami az eredménynek, a profitnak a 80%-át adják ki. Szóval minél komplikáltabb egy terület, annál fontosabb a leegyszerűsítése. Ezt lehet például arra leképezni, hogy megnézzük, hogy milyen emberekkel vagyunk kapcsolatban az életünkben, és kik azok az embereknek az a 20%-a, akik az időnk 80%-át viszik el, mégsem adnak értéket nekünk. Sajnos én is sokszor estem abba a hibába, hogy olyan eseményekre mentem el, olyan emberekre szántam időt, akik igazából az én életem, az én céljaim szempontjából nem voltak olyan értékesek, nem adtak boldogságot, csak rabolták az időmet, és meg kell tanulni nemet mondani. A nemet mondásról van egy teljesen külön vlogom, ide kattintva meg is tudod nézni. Ahogy ezt elkezdtem alkalmazni, és azokat az embereket, azt a 20%-ot, akik az időmnek a 80%-ot rabolták, elkezdtem kitenni az életemből és nemet mondani, onnantól kezdve tudtam sokkal eredményesebben, felszabadultabban és nyugodtabban haladni az életemben. Most itt vagyunk ugye Pécsnek a főterén, harangoznak is. Átmegyünk, megnézzük a Zsolnai negyedet, és most az lesz a helyszíne a lifehack-eknek. Szóval lifehack-ek. Az első, hogy csináld meg magadra 80-20-as szabályt. A kérdés pedig az, hogy hogyan tudom kizárni a kockázatot úgy, hogy közben nagy eredményeket tudjak elérni. Amúgy erről részletesebben beszéltem az első napi vlogomban, ide kattintva meg tudod nézni. Mutassa meg, hogy honnan jöttem fel az előbb. Ott beszéltem. Milyen szép az egész, vagy ha így megyünk. Gyönyörű. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy mit csinálok folyamatosan, amiben nem vagyok jó. Bármi is legyen a válasz, a végén három opciónk van. Szóval a végén három opciód van. Fejleszted, abba hagyod, vagy átadod másnak. Egy jó tanács, ne foglalkozz addig valamivel, amíg tényleg nem dedikálod rá az idődet, az energiádat, amíg nem mondod azt, hogy ez abban a 80-20-as fókuszodban van, amiben egyértelmű, hogy vele komolyan szeretnél foglalkozni. Minden, ami nem ide kapcsolódik, ami
nem azt a célt szolgálja, amit például egy ilyen 80-20-as szabállyal megteremtettél magadnak, arra mondj nemet, és iktasd ki az életedből. Hát a mai vlog az nagyjából ennyi volt, és kellemes hétvégét kívánok először is, és hogyha most találkoztunk először, és nem vagy feliratkozva, akkor mindenféleképpen nyomjál rá a feliratkozás gombra, illetve mellette a csengőre is, ugyanis hétfőn azzal folyt, ki se tudom mondani már így hétvége, felek, hogy most itt hétvége van. Szóval hétfőn avval folytatjuk, hogy légy jelen, hogyan tudunk egy olyan flow állapotba kerülni, amivel éppen azt az adott dolgot vagy élményt, amiben benne vagyunk, 100%-osan át tudjuk érni. Ez az én életemben az egyik legmeghatározóbb trükk, hack, amit alkalmazok ahhoz, hogy a boldogságomat növeljem, hiszen szerintem nem konstans vagyunk hú, de nagyon boldogak, hanem hogyha elég sok boldog pillanatunk van az életben, akkor tudjuk a boldogságunk maximalizálni. Na jó, nem spoilerezek többet, hétfőn mindent el fogok mondani, ha most találkoztunk először, akkor iratkozz fel, csengő, illetve gyere át Instagramra is, mivel ott rengeteg tartalmat osztok mostanában, meg a könyv kapcsán, a leírás alatt, ami ugye a like gombnál van, ott megtalálhatod azt, hogy hol rendelheted meg a könyvet kedvezményesen. Az online képzéseimre ugyanis van egy hatékonyságnövelés, illetve egy personal brandinges képzésem, azt is mind megtalálsz, és hogyha annyira értékesnek találtad, ha egyáltalán, ezt, hogy valakinek ugyanúgy jó lehet, akkor kérlek, hozd meg vele, küldd el neki. Köszönöm szépen, hogy végignézted a vlogot, remélem találkozunk még. Szia! Sziasztok!